Sziasztok! Ahogy az előző videóban volt egy ilyen részlet, hogy sajnos valahol itt ereszt ennek a padölnek a szelepe, vagy nem tudom, hogy milyen, ahol így fújni kell, nem tudom, hogy hívják. A lényeg az, hogy ezt próbáljuk meg most megjavítani. Hát igazából megnéztem, mert van egy ilyen papírja is, ennek is megnéztem, hogy ő mit ajánl csinálni, illetve a interneten is lehetett találni egy tök jó kis videót, ami ezt tartalmazza. Hát igazából ő így ragassza is. Na most nekünk a pakba van egy ilyen ragasztó is, amennyire látszik. Oké. Tehát itt van igazából a ragasztó, meg hogyha valahol kiszakad, akkor van ilyen anyag is hozzá, meg stb. Illetve hát egy tömítés, egy ilyen papír, illetve adtak hozzá ilyen tömítést is. Ez igazából nem tudom, hogy hova való, de meg fogjuk nézni. Na most van... Hát az a rész, ami esetleg, hogyha túl gyorsan engedted le, akkor ki tud ugrani a helyéről. Lehet, hogy éppen elég csak visszatenni azt a helyére, és már jó is. Ja, elég lenne, de én ezt ki akarom most szedni, megnézni, hogy néz ez ki. Na most adtak egy ilyen speckó szerszámot, és akkor most jön a történet. Mi szerint ezt be kell rakni jó erősen, ahogy lesz a kamera jó. Igen, jó erősen, és óramutató járásával ellentétesen meg kell lazítani. Aha, tehát igazából marhalaza volt, úgyhogy lehet, hogy elég lett volna meghúzni, de én ezt most kiszedem. Akkor utána a videó az úgy írta, hogy ezt tegyem bele vissza, igen, és akkor ezt kiszedjük. Miután kiszedtük, most arra kellene rájönni, hogy hát ez a tömítés, ez igazából nem tudom, hogy hol való. Mert ez nem az a méret. Hogyhogy nem az a méret? Hát ez nagyobb. Hát hogy? Tehát ez nem az a gumi, ami ide való. Úgy csinálod, hogy látszod. Szóval igazából ezt kapásból nem tudom, hogy hova... Aha. Nézd már, és ezt innen, ebből hogy lehetne kiszedni? Azt nem kell kiszedni. De hát ő kiszedte. Na mindegy, jó van. Hát akkor ez nem tudom, hogy így ez hogy van, mert ráadásul, hogyha ezt itt megnézzük, sikerül leszednem a kamerát, tehát a videóban igazából, ami volt, ő két részletbe ki tudta szedni, ez meg itt belül lifeg. Tehát ez belül, csak úgy tudom kiszedni, hogyha nem tudom, ezt valahogy így levágja az ember ezt az egészet. Hát minden esetre hagyom, de ezt a méretű izét, ezt... Ez való ide szerintem. Mindenképpen. De hát nem olyan. Vagy ide való? Ide talán. Ja. Itt ez az. Aha. Igen, de igazából nem ott teresztett, tehát az nem ott, az nem probléma. Még esetleg ezt a sárgát lehetne leszedni. De valahogy nem érdemes leszedni, mert... Mondjuk ott se volt semmi baja. Szerintem próbáld meg visszatenni, csak így, és ki fog derülni, hogy... Oké. Okay. Jó. Hát igazából, mert ugye itt teresztett. Tehát itt ezen a részen. És tehát ott azt, semmi sérülés nincs. Azt láttuk a videóba. Úgyhogy hát mindegy, hát most annyit fogunk csinálni. Ezt jól meg kell húzni, ez akkor elég az. Kézzel meghúzzuk, igen. És akkor most de igazából elég laza volt. Úgyhogy hát igazából annyit csinálok, hogy elég komolyan meghúzom. Hát azért úgy, hogy ne szakadjon bele. Jó, hát igazából ennél jobban nem akarom meghúzni, és akkor most azt csinálom, hogy fölfújom, azzal már nem untatlak benneteket, az előző videóba lehetett látni, és akkor utána megnézzük, hogy ereszte. Na, mindjárt jövök nektek egy két pillanat, nekem egy negyed óra erőfeszítés.
Na, hát az van, hogy fölfújtam, és itt lehet hallani, itt. Ide teszem közel a kamerához, tehát itt a pumpával van valami, és hát ja, hát így kb. Egy perc alatt már a óra is kimutatja, hogy esik le a nyomás. Minden esetre ezt most kiszedem, most ugye semmi hang nincsen, és elég jól meghúztuk a csavarokat, vagyis elég jól behúztuk ezt a csavart, a szelepet, mert így most abszolút semmi hangja nincs. Annyit még megteszek, hogy most így hozom ezt a bizbaszt, és megpróbálunk rajta még egyet húzni. Hát ez szinte semmi. Úgyhogy ez rendben van, hát a pumpát kell megcsinálni. Ez szerintem csak attól kilazult, hogy az ja. Örökös kitekerem, betekerem és lelazul, ezt időnként vissza meg kell húzni, ennyi az egész. Igen, viszont a pumpát azt mindenféleképpen meg kell csinálni, mert így, tehát ugye többet kell pumpálni, mert hogyha szívja el a levegőt, akkor folyamatosan ugye megy ki mellette és több energia fölfújni. Na mindegy, hát arról már egyelőre nem tudom, hogy csinálok-e videót, most videón kívül megnézem, hogy hogy lehet ezt egyáltalán szétszedni, meg hogy mit lehet vele csinálni, és akkor ennyi. Na. Ez egy jó hír egyébként, mert nem kell össze-vissza ragasztani, mert ha egyszer beleragasztasz valamit, akkor nem tudod utána, hogy bírod szétszedni a közelen. Igen. Hát maximum egy másik pumpát kell venni, hogyha nem sikerül megcsinálni, de hát szerintem az is egy filléres dolog. Hát az a kisebbik baj, hogyha meg, egy pumpát kell venni. Meg mondom, tehát egy tömítést kell valóban belerakni. Csak hát meg kell nézni, hogy kell szétszedni. Na, viszlát, sziasztok, ciao.